Elsősegényújtás, ügyességi pálya, kreszteszt, többek között ilyen feladatokkal találkozhatnak azok a vállalkozó kedvű családok, akik neveznek az idei közlekedik a család elnevezésű vetélkedő területi döntőjére. Az eseményt évek óta Nyíregyházán a Nyírpláza parkolójában szervezik meg. A kétnapos megmérettetést május 25-én és 26-án rendezi meg a Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. Az első versenyre közlekedik a családra, minden olyan családot szeretettel várunk, ahol 6 és 17 év közötti gyerek van, illetőleg a szülők közül valaki rendelkezik B-kategóriás vezetői engedéllyel. Meg kell odanik, hogy keresztesztet, mind a gyereknek, mind a felnőtteknek, autós ügyességi pályát, kerékpáros ügyességi pályát kell kipróbálni, van vörös keresztes elsősége nyújtási állomás, ahol számot kell adni bizonyos ismeretekről, illetőleg van egy bűnmegőrzési totó rész is. Ezeknek az eredményeiből kerül majd ki az a megye, vármegyei győztes, aki képvisel minket az országos megmérettetésen, ez Pécsen lesz majd, és a fődi egy személygépkocsi, tehát érdemes küzdeni, érdemes készülni erre a rendezvényre. A népszerű családi vetélkedővel egy időben idén egyéni tudás próbára is nevezhetnek az érdeklődők. A Nagy Zoltán öreg fiúk, lányok emlékversenyre azok jelentkezését várják, akik korábban már vettek részt közlekedésbiztonsági vetélkedőn. Felső korhatárt pedig nem hirtettek a szervezők. Itt is a Kressz naprakész ismereteire kíváncsiak a pontozó bírók, de ügyességi feladatokat is kell teljesíteni az indulóknak. A kétnapos rendezvénysorozat további programokkal is bővül. 26-án hirdetjük ki a végeredményét a így közlekedtek ti közlekedés biztonság gyerekszemmel rajzpályázat nyerteseit. Minden éven itt kerül sor erre az eredményhirdetésre, úgyhogy elég szép számú közönséget várunk, mivel nem csak ezek a közlekedési vetélkedők lesznek, hanem a gyereknap alkalmából kommandós kutyás bemutató, különféle szórakoztató programok lesznek, tetkózás, arcfestés, csillámtetkózás, motorszimulátor, részek szemüveg szimulátor, ütközés szimulátor, tehát nagyon sok program lesz, várjuk a gyerekeket, felnőtteket, ez a program ingyenes, annyit szeretnénk, hogy egy picit foglalkozzanak a közlekedéssel is, hogy biztonságban legyenek. A Nagy Zoltán öreg fiúk, lányok emlékversenyen közlekedésbiztonsági eszközöket nyerhetnek a legügyesebbek, míg a közlekedik a család vetélkedőn, többek között értékes utalványokkal is gazdagodhatnak a dobogósok. Az aranyérmes család idén is az országos döntőbe jut, amelyet augusztus 24-én és 25-én Pécsen szerveznek. A fődíj pedig a korábbi évekhez hasonlóan egy személygépkocsi.